Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép meleg napon, rettentő meleg van, főleg itt az autóba, nincs kint állt a napon. Ahogy látjátok, onnét nincsen felhő. Herrel nézel, onnét meg van felhő. És én nem tudom eldönteni, hogy jó idő lesz-e ma délután, vagy nem. Jelenleg 12 óra, 7 perc van, már indítom az autót. Nemrég értem az a munkából, már nyitom az ablakot, látom, nem is az ablakot, mi az? A visszapillantót, vagy a tükröt, ja, tükröt. És egész éjszaka, képzeld el, esett az eső. Ma reggelre ilyen össze-vissza idő van. Onnét jó idő van, onnét rossz idő van. De jelenleg nem máshol tartok, mint az orvoshoz. Képzeld el, most már ugye egy jó ideje járok az orvoshoz, hogy mi pontosan a bajom, szívesen megosztanám veletek, de fogalmam nincsen. Nem csak nekem, de az orvosok se tudják, úgyhogy azért megyek most megint egy másik orvoshoz. Úgyhogy már megint nyílik a kapu. Emlékszel, tegnap milyen lassan nyílott? Ma egy kicsit gyorsabban nyílik, nem tudom, hogy mi baja van neki, de gyorsabban kinyílott a megszokottnál. Látod, onnét ilyen szép az idő, mintha olyan jó idő lenne. Hogyha arra elnéznünk, látod, ott olyan felhős. Úgyhogy most ilyen speciális orvoshoz megyek, egy hónapra vártam mondjuk erre az időpontra, és ma kaptam 12.30-ra szombaton. Aztán képzeld el, ma nem más van, mint karácsony. Nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de ugye a feleségem nem magyar, nem is ausztrál, vagyis ausztrál, mert ugye itt született Ausztráliában, de a szülei makedónok voltak, és a vallása szerint, ugye ortodox a vallása, ami szerint ma van karácsony, szeptember, január 7-én, ugye ma van január 7-én, szombaton, ma van karácsony, amúgy mi is, és ő is ugye 24-én szokták ünnepelni a karácsonyt. Azt mondta, hogy még mikor nagyon fiatal volt, akkor ünnepelték ugye a mai napon, január 7-én, de aztán utána ők is 24-én szokták, várjál csak fordulok. De végül is ma karácsony van nálunk. Legalábbis ilyen karácsonyos, mégis karácsony, naptár szerint karácsony van, amúgy nem csinálok semmi különöst, nem állítunk ugye karácsonyfát, semmit se, de várjál, megjöttem az orvoshoz, csak be kell látnod, itt az orvos, ott baloldalt, úgyhogy most itt fordulok, aztán gyorsan befutok. Megfarkíroztam, úgyhogy én most gyorsan befutok, aztán kíváncsi lesz, hogy mit mond az orvos, megyünk haza, és folytatjuk tovább. Alszik a nyuszi, mutatom. Látod? Kezd ébredezni, azt hiszem. Hello, 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 hello. Ott a kamera. Mi a helyzet? Na mi a helyzet, Nyuszi? Az a szerencse, hogy jó kedvel kell fel, ugye? Ja, nem mindig. Ja, hazaértem. Te aludtál. És hazaértem, ugye a munkából a dísz ugye aludt. Ja, mi van ott kint? Na mi van ott? Nézzük! Ott! Süt a nap, látod? Süt a nap! Szép az idő, mégsem jöttek ezek a csúnya felhők. Elmentek. Legalábbis innét elmentek. De, na hogy aludtál? Hm? Kár. Hol? Ugye az autó, a kár az autót jelent, a Davis rettentően szereti az autókat, de itt nincs autó, Nyuszi, látod? Ott van egy hajó, aztán még egy hajó, de autó nincs a vízen. Na, úgyhogy elmenjünk, megebédelünk. Mi van ott? Ott a Lukasz, ott a túloldalt, ja, ott, ott, ott. Megebédelünk, és majd valamit csinálunk. Na, szervusz! Mi az a smelló? Ja, hello. Hallod, gyere ide! Boldog, át belerúgtam az Iron Man-be. Boldog karácsonyt! Mondta a Lukasznek, hogy ma van karácsony, legalábbis a feleségemnek. Végülis nem ma van karácsony, hogy mondtam, de ma van karácsony. Oh, mi van ott? Mi van ott? Ott a kamera, ja! Jajajaj, hova megyünk délután, Lukasz? Én nem tudom. Nem tudod? Hova akarsz menni? Nem tudom. Hát akkor oda megyünk a nem tudomba. Valószínűleg elmegyünk, hova megyünk? A Pacific Fairbe megyünk? Ja. Aztán ma megint jégkrémet vagy fagyit akarsz enni? Ja! Nem tudom, az új-zélandi fagy is ugye ott van, de jó az a fagyi, de kicsit olyan, nem tudom, túl... Elszünk. Ma meglátjuk.
Amúgy meleg van, úgyhogy majd leszünk. De először ebédelünk. Elindultunk, összeszedtük magunkat, hoztam át a szemüveget. A videós szemüveget, amúgy az idő elég jó lett, képzeld el. Oda néz, látod? Szép lett az idő. Egy felhő, hát van felhő az égen, de elmentek azok a sötétek. Mi van, gyalogolni akarsz? Mennyi, de tartod a kezemet, rendben van? Sikerült itt bent megállnom végre. Nincs eleged, Lukasz? Nem. Nem? Nem tudom, nekem elegem van. Hol az autó? Valahol ott álltam meg, azt hiszem. Mit csinálsz? Ja, a szemüveg, de ne tapizdál, mert nem fogod kilátni, te. Nézd, hogy áll rajtam. Aztán tudod, hol nem voltunk még, Lukasz? A Vízividám parkban nem voltunk még. Azt mondtuk, hogy ugye elmegyünk, és még mindig nem voltunk. Úgyhogy... Na várjál, Lukasz, de is fogtad a kezem. Tehát, hogy elmegyünk a Vízividám parkba, és valamelyik hétvégén valószínű. Ugye most, hogy vége van a karácsonynak, aztán a minek az új évnek. Múltkor el akartunk, hova akartunk elmenni? A Moonbirdbe. Ugye abban a Vidám parkban is, képzeld el, odaértünk, autó volt mindenhol, még a fűn is autópark volt, rácentősükön álltak sorra, mindenhol. Aztán utána néztem is, benn volt, képzeld a hírekbe, minden egyes ilyen hullámvasútra indítom az autót. Több mint egy órát kellett sorba állni, képzeld el, annyian voltak, hogy de, úgy mondtam Lukasznak, majd megyünk legközelebb. Megyünk, indulunk, meleg van, mennyi van? 30 valahány fok, mindjárt mutatja az autó. Meleg van, 35 fok, te, mutatom. Látod? Ott. Aztán mondtátok többre, hogy nálatok még mínusz 15 van. Na várjál, indulunk, nem ilyen semmi autó. Megérkeztünk, ugye most húzom a szemegemet és átváltok rá, csak bekapcsolom. Remélem, fel van töltve. Ugyanis elég régen használtam most már ezt a szemüveget. Úgyhogy felvesszük és látod, hogy pirossal világít a lámpa, az azt jelenti, hogy vesz. Ha kéken, akkor be van kapcsolva. Most vesz. Úgyhogy, most vesz. Csak az a baj, hogy nem látok ki a lencse, úgyhogy meg kell, hogy takarítson egy kicsikét. Úgyhogy, várjál. Összeszedem magamat, aztán elindulunk befelé. Hova megyünk legelőször? Én nem tudom. Nem tudod? Na várj, ezt a kamerát, hogy megállítom. Jaj! Mi van, Nyuszi? Megyünk? Oh, nem hoztunk babakocsit, úgyhogy sétálunk. Meg cikkellek. Ajaj. Gyere, Nyuszi, gyere. Hoppala. Fúj a szél, mi? Jön a mamija. Hova megyünk először, mi? Mit akarsz megnézni? Bezárjuk az ajtót. Lukasz, bezártad az ajtót a túloldalt? Sétáljunk. Nehogy megfogd a kereket, mert koszos. Gyere. Gyere, menjünk. Nézd, milyen szép Mercedes, látod? Te ezt elfogadnám. Te is nyűsz ki. Kiszi. Na, mindjárt megérkezünk. Ajtó nyílik. Menjünk lefelé, nem kell liftezni, ugyanis nem hoztunk babakocsit. De nyugodtan le tudunk most itt menni. Ups. Na, sétáljál, menjél. De fogod a kezemet, rendben van? Várjál. Na, akkor fussunk. Oda le. Szóval még egyen lejjebb megyünk, jó? Ne! Erre! Lukasz, nézd, készülődnek az ausztrál napra, látod? Van sok ausztrálos póló, gatya, tetoválás, meg mi van? Zászló, pohár. Azt a szem... Oda nézd, milyen szemek! Ez is az Ausztrália! Tudom, de oda nézd, látod? Ez nem is szemüveg, csak úgy néz ki. Ja, nincs benne üveg. Mit kiabálsz, Nyuszi? Mit kiabálsz? Ja, megkeresik a feleségemet, ugyanis valami ruhát nézek, hát látod? Itt vagyunk a női részen. Lukasz, te mit csinálsz? El akarsz pedig menni valahova? Túloldalra? Még a napja, ami erre szajra kell. Iskolatáska, nézd! Menjünk vissza iskolába. Kell új iskolatáska neked, vagy nem kell új iskolatáska? Nem kell? Itt van ilyen Batman-es, meg ilyen... És mi ez? Ez a trollos, nem? Hova megyünk, Nyuszi? Hova megyünk? Itt is mennyi van. Mit? Visszamegyünk. Gyere, visszamegyünk. Miért megyünk vissza? Valamit nézzünk, azért megyünk vissza. Könyvet nézzünk valószínű. Könyvet nézzünk? Azt hát mi más nézzünk. Mit? Mit találtál? A hálókönyvet. Nagyon jó. Ide letesszük a hálókönyvet. Ez micsoda? Ez egy kártya, ez nem is könyv. Mi az? Game of Thrones, gyönyörű. Na, meg elmegyünk megnézni a játékokat. Zongorázunk. Találtunk egy ilyen zongorát, nem kettőt találtunk egyet. Oda néz. Mi van rajta? Hadd én is nyomjam egy picit.
hangerő. Nem? Én nem nyomhatom? Csak egy picit nyomhatom? Mit? Hol? Ott? Rá, rá. Na gyere, menjünk. Lukasz, te mit csinálsz? 5 perc. Mit játszol? Hm? Ja, nagyon jó játék. Mit láttál ott? Hm? Gyere! Na, gyere! Pá! Nyuszi! Jó az a zongora. Csak az a baj, egy kicsit idegesítő egy ide után. Ja, ott is van sok játék. Na, gyere, menjünk. Mama! Na, itt vagyunk az én részem. Mama! Mama? Menjünk majd a mamához is. Nézd, vannak fősök, 7 dollárja. Le vannak árazva, elég nem szépek. Legalábbis nekem ezek nem tetszenek. Rövid a drágot még mindig nem vettem. Azt kellene megnézni. Ja, mami. Mi? Ja, labda. Most azt nem nézzük meg. Lukasz, rövid nadrágot keresünk. Valahol. Nem ilyen fajtát. Új, találtunk, látod? Ilyet kerestem, ilyen forma rövid nadrágot. 30-as, ugyanis az az én méretem. Mit szóltok hozzá? Jó vagy nem jó? 25 dollár, hogyha jól emlékszem. Meg van ez a fajta, ez. A sötétebb szerintem jobb. Lukasz, mit szólsz hozzá? Sötétebb vagy ez? Vagyis ehhez a sötétebb, vagy ez a világosabb? Megnézzük ezt is. Nincs, ezen nincs ár, ezen van ár. Ennek az ára 25 dollár, látod? Megpróbáljuk azért, vagy az is 25 rajta az ára? Megnézzük a zsebét, milyen mély a zsebje. Elég mély a zsebje? Elég mély, belefér a telefonunk. Akkor mehetünk. Lukasz, nézzétek, megvan még a fenyőfa, látod? Ilyen szép aranyszínű. Úgy megyünk hazafele, megyünk vissza az autóhoz. Ugye, Nyuszi? Beleraktuk a Nyuszit ilyen kosárba, hogy könnyebb legyen cipelni. Ja. És elmegyünk a szüleimhez. Mit mondasz? Nem tudod, rendben van. Hoppá, ott álltunk meg a másik részen, tehát át kell sétálni először. És felértünk. Na, nyelej ez a kocsi is. Ja, vissza kimegyünk a melegre. Vissza kijöttünk a melegre. Hoppá, még mindig süt a nap. Ez a Mercedes még mindig itt áll. Látod, ilyen jó családi autó ez a Mercedes, és biztos nagyon drága. Főleg nálunk, ugye nálunk mindegyik ilyen Merci, Audi, BMW nagyon drága. Jóval drágább, mint ugye Európában. Opá! Onnan hol álltunk meg? Hol ott a végén? Autó nem jön. Itt gyorsan átmegyünk. Hozaérkeztünk, az ugye bementünk a... Opá! A szüleimhez is, na már ki kell venni, amit vettünk. Aj, nyitom az ajtót. Ott a feleségem hozza. Itt álltunk meg, képzeld el, oda néz. Szerinted ennek a traktornak, ennek a kamionnak meddig tartott ide betolatni? Látom ilyen pici hely? Oda néz. Ez miért nem tudott oda kiállni? Fogalmam nincsen. Betuszkolta magát oda, arra kis pici helyre. Várjál, le kell zárni az autót. Komolyan mondom, nem tudom, miért oda áll. Na minden, úgyhogy most besétálunk. Egy ilyen 5 perc innét a séta oda a lakásig, a házig. Még 3 hónap és költözünk, hogy miért költözünk, mert nem szeretünk itt lakni, valaki kérdezte többen. Ura. Felérkeztünk, úgyhogy most nem másról, meg fogunk majdnem azt tovább ideni, vacsorázni, nem másunk enni, mint ezt a pici hotdogot, látod, ami itt föl. Én és a Davis, ugyanis a Lucas ugye nincs itthon. Aztán képzeld el, mutatom, mit kaptam, az öcsém mit hozott ma nekem munkábat. Mutatom. Ilyen csokit, ezt a műzlis csokit, ez nem is csoki, ez a műzli szelet, ugye azt hiszem az, van itt, mutatom mennyi. Oda néz. Lehet, hogy nem látod, de egy ilyen 15-20 darabot biztos, hogy hozott. És a múltkor azt mondta, hogy bevásárolod előre, jó múltkorában, mert azt hitte, hogy szereti, és kiderült, hogy mégse szereti. Ugye emelt belőle 2 vagy 3, aztán utána nem emelt belőle. Várjál, hova tűnt a Davis? Davis! Elment játszani a feleségemmel, bent ott a szobánkba, ami nagyon szeret ugrálni az ágyon. Aj, te! Ami a tévében elkezdtük nézni ezt a filmet közben, ezt a... Hogy hívják ezt a filmet? Ezt a Mrs. Doubtfire-t. Várjál, mutatom neked. Amiben ugye a Robin Williams játszik, vagy ugye játszott, és rettentően sokszor látok ugye ezt a filmet. Bekapcsoltuk a tévét, és pont most kezdődött. Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem.
Aztán ugye majd ne felejtsétek el, hogy szombaton a legelső valami ötöt meg fogjuk veletek osztani, és ahogy mondtam, a tengerpartos rész lesz, ami van egy pár kettő ilyen tengerpartos vagy vizes rész. Még ugye mindig filmezünk, ahogy a múltkor mondtam, de most a hétvégén ugye nincsen időnk, jövő héten lehet, hogy még nem lesz időm, de még mindig filmezünk. De előre készen van, meg van szerkesztve, ahogy mondtam, 8 darab videó, úgyhogy ezt meg fogjuk veletek osztani. Lesz közte érdekesebb lesz közte, ugye lehet, hogy kevésbé érdekesebb, bár az a videó is érdekes lesz, csak lehet, hogy ugye nem mindenkinek. Ugye mondtam, hogy próbáltam minden korosztály számára készíteni, tehát azok a videók is, például a tengerpartos videók is érdekesek lesznek az idősebb korosztálynak, meg a fiatalabb korosztálynak is, de majd meglátjátok. Legalábbis nagyon remélem. Majd úgyis megírjátok a véleményeteket. Úgyhogy, na minden, ezt a videót itt most befejezem, megjött a Davis is, iszik. Mi azt mondja, Sanyu, szi! Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!